A workshop szabályai. A workshop szabályai. Egy kapcsolati workshopban nincsen fontosabb vagy kevésbé fontos ember, mindenki egyformán fontos, és nagyon fontos. Tehát mi nem harcolunk egymással, nem vitatkozunk, csak hozzáadunk. A valódi megoldás az nem a tudásból, vagy a kapcsolatból, nem a tudásból, hanem csak is a kapcsolatból, és a beszédképességből csak is a kapcsolatból származik. Sok szerencsét. Tehát mi a törött resimóknak az eredményei vagyunk, és ezek a resimók, amiket meg kell vizsgálnunk és korrigálnunk kell, tehát ezt kell folyamatosan fejlesztenünk. Tehát ezen túlmenő, mert ott van az Ádám szerkezete. Tehát és csak azok a cselekedetek maradnak, és akkor az egyenes fény négy állomásán keresztül kell eljutnunk ahhoz, hogy hasonlóvá válunk a teremtőhöz. És ugye nyilvánvalóan az első havaja, ami a négy egyenes fény négy állomásán keresztül fejleszt bennünket. És akkor egy sokarcú dolog jelenik meg ebben a cselekedetben, mert ezek valójában mindig ugyanazok a cselekedetek. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nagy végtelen mennyiségű cselekedet van, amit azonban két részt tudunk osztani. Tehát van egy... Tehát és minden cselekedetünk felosztható, amíg mi vagyunk, és egy része, amit a teremtőnek kell megtennie. Tehát és akkor az, amit nekünk kell tenni, azt hívjuk választásnak. És amelyik az én részem, és ami gyakorlatilag az én részvételemnek az eredménye, és hogy mi az, ami a teremtés célja felé visz bennünket a saját cselekedeteinken keresztül. Mindjárt leírom. Választásnak. Na, itt van a kérdés. Tehát az emberek egyszerűen a közösség az, amit igazából választható. Tehát minden erőfeszítés, amit bármilyen formában teszünk, hogy eljövünk a leckére, részt veszünk a terjesztésben, ez mind arra való, hogy bennünket közelebb nyomja a teremtés céljához. Tehát amit az ember gyakorlatilag arra koncentrál, hogy hogyan tudja önmagát átalakítani, hogyan tudja. Tehát ezért az embernek igazából önmagát az emberekre kell irányoznia, a kapcsolatokra, hogy érezze
azt, hogy csak ezeken keresztül tudja magát elrendezni helyes módon, az optimális módon arra, hogy a fény megérkezzen. Név. Ez azt jelenti, hogy van egy vágy, ami feltárul a számunkra, és ez egy lehetőséget ad arra, hogy valóban elkezdjünk élni, hogy még jobban összekapcsoltak legyünk, hogy még jobban elfogadjunk mindent, egyszerűen belépessünk abba a fajta érzékelésbe, hogy jó egy ilyen környezethez tartozni. Mose, ez az érzés, ez azután jön, mikor már szokásunká válik ez a fajta cselekedet, azaz, tehát, hogy minden, ami gyakorlatilag a megszerzésünk volt eddig, azt meg tudjuk fordítani, és apránként adakozásra tudjuk fordítani. Dudi Aharoni. Igen, minden egyes pillanatban folyamatosan újra és újra választanunk kell az erőfeszítések között, amelyet csoport középpontja felé irányul, a lenullázódásunk felé. Ez az egyik nagyon fontos dolog, és mindig arról kell gondolkodni, hogy le tudjunk nullázni magunkat a csoport középpontja irányába. Ez olyan, mintha arra fókuszálnánk magunkat, hogy egy bizonyos képet létrehozzunk, amely minden alkalommal mozog valamilyen irányba, és valóban folyamatosan kalibrálni legyen képes bennünket arra, hogy még aktívabban működjön, és hogy mindent meg tudjunk tenni annak érdekében, hogy ne álljunk a fénynek az útjában. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szabad választás az a két erő között történik, és első alkalommal ez valóban egy segítség felülről, ami megmutatja az embernek, hogy ő mennyire jó, és hogy mennyire tartozik ez a környezethez, és hogy mennyire fontosnak tartja az adakozást. Második alkalommal pedig, amikor valakinek megvan a lehetőség, hogy ezt önmaga is megpróbálja, és hogy valóban példaként szolgálja neki, amit felülről kap meg, és ez nem is tűnik még az elején jónak neki ez, mégis a választást el tudja dönteni, melyik, annak ellenére nem ez a önzésének legmegfelelőbb döntés, mégis dönteni tud a kettő között. Ez a két cselekedet mondja Mose. Ez azt jelenti, hogy a választás valójában az nem annak az eredménye, hogy akarom vagy nem akarom, ez egy szándék megjelenését jelenti, hogy az ember folyamatosan a környezet hatása alá helyezi magát, és így jelenik meg a választás. Valójában itt egy erőfeszítés történik, mondja Mose, hogy mi bizonyos dolgok irányában mozdulunk el. Ez az, amit nekünk meg kell tennünk. Tehát nekünk folyamatosan mit kell tennem, milyen átmenetben kell lennem, hogy mi a legnagyobb rész, ami történik, tehát hogy mit kell elérnünk. Ez a pont, hogy menjünk és tegyük meg a munkánkat, tehát nyilvánvalóan mi az ő munkájába akarunk belépni. Rav. Amikor mi a saját fejlődésünkről beszélünk, amely gyakorlatilag a választásokból szól. Akkor a legalapvetőbb pont, tehát az, hogy szabaddá váljunk, és nyilván ez csak a döntéssel történik meg, amikor két azonos erő van. De hogyan választunk két különböző dolog között? Tehát hogyan választunk két Tehát hogyan választunk a két egyenlő erejű dolog között? Tehát erre van az a kérdésem, hogy Ralf, hogy mi a kapcsolat a két egyenlő dolog közötti választás között, hogyan választunk, hogyan vizsgáljuk meg, hogy ők egyenlőek, és ennek megfelelően hogyan választunk, és hogy tehát hogyan választunk két egyenlő erejű dolog között, és ez a választás, ez hogyan kapcsolódik össze az érdemmel.
Nem értem a kérdést teljesen, mondja a srác. Még. De nyilván itt meg kell vizsgálnunk. Van itt egy bizonyos erő, amely az adakozás erejével összehasonlítható, és mi ezt akarjuk felfedezni, és bármikor ezt felfedezzük, akkor ezt a köztünk lévő kapcsolatban fogjuk felfedezni. Tehát ilyen módon van az első erő, amelyik irányít bennünket, valójában az adakozás erej, és ez irányít mindenben, mondják a srácok. Tehát amikor ezzel a két dologgal szembesülünk, akkor valóban nehéz választanunk két azonos dolog között, és a csoportnak az ereje az az, ami működtet bennünket, hogy valóban mélyebben tudjunk elmerülni a csoportnak az erejébe, és ez segít bennünket, ez az érdem, amit elértünk. És ez az, ami az két egyenlő erő között a választást segít megtenni. Niv. Itt egyfajta erőfeszítés indul meg, amely eljutott engem az imához, hogy megkapjam az erőt ahhoz, hogy valóban meg tudjam határozni. Tehát van két erő, amely állandóan impulzusokkal lát el engem, és hogy mi az, ami még erőteljesebb adakozás, és hogy milyen fajta determinációra van szükség, milyen fajta segítséget kaphatunk ebből a determinációból, ez mind a csoporttól függ. Ez az, ami az érdemet jelenti. Mose? Ez a segítség, ez kizárólag a kapcsolat által érhető el, és ez segít abban, hogy főfőnk egy ilyen kérdés, mint ez mondja mosolyogva. Ez arra emlékeztet engem, mondja közös srác, hogy amikor én kicsi vagyok, és úgy próbálok megkérni. Tehát nyilvánvalóan ez egy zárt körben ragadható meg. Tehát nekem ezt a két dolgot együtt kell mozgatnom, mert hogyha ezt a két golyót egyszerre mozítanám el, hogy melyiket válasszam, ugye nyilván ez a játék nem működne onnantól kezdve. Tehát valóban két erő van, mind a kettő nyom engem, hogy melyik golyót válasszam, és hogy a megfelelő golyót választhassam, egy ilyen kép jutott eszembe, mondja a srác. A Dudi Aharoni, az én generációm az állandóan ezzel a döntéssel játszik, hogy melyiket válasszam. Én azt érzem most, hogy valójában csak egy választás van, ami az adakozásra irányul, és ez pedig a közöttünk lévő kapcsolatban mindenképpen megjelenik, és a csoportban. Tehát ez az a hely, tér, ahol meg kell találnom azt a fajta szándékot, hogy össze akarja kapcsolódni a többiekkel, és annak érdekében, hogy eljussak a szabad választás, és hogy választani tudjak két dolog között, ez csak így lehetséges. Mi állandóan össze kell, hogy kapcsolódjunk, és önmagunkat a kör közepe fele kell elmozdítani, mert ott nincsen valójában senki, tehát nekem ezt fel kell ismernem, hogy nem látunk ott képeket, hanem egyszerűen egy újfajta erőt tapasztalunk meg, és ebben a helyzetben nekünk választani kell, és minden, ami marad, az, hogy el kell fogadnunk ezt az erőt, amely irányít bennünket, mert hogyha mi az egónkat hátrahagyjuk, legalább egy kicsit mértékben, akkor nem nagyon kell választanunk se, mert egyszerűen már rögtön meg fogjuk érezni, mi az igazság. Tehát akkor nekünk valóban lehetőség válik egy valódi választásra. A választásnak a képessége az, hogy megerősítést kapjunk a barátainktól. Hadd adjak egy példát, hogy mit jelent ez, hogy valamit akarunk tenni a barátainkért, hogy valóban erőt akarunk kapni ehhez. Ez valóban egy olyan helyzet, amikor az intenzitás, az adakozásnak az intenzitása, az úgy jelent meg, hogy először az adakozás a megszerzés érdekében kell irányulnunk, és pontosan ebben az állapotban, amikor nem érezzük ezt, hogy egy irányba haladunk-e, nyilvánvalóan az előnyök erejével haladunk előre tovább, és ilyen módon tesszük a dolgunkat. Az előny, amit összegyűjtünk, ez valóban a legelőnyösebb dolognak tűnik a számunkra, és egyszerűen egy kapcsolatban vagyunk minden mással,
Tehát csak ezt a dolgot tudom hozzáadni. Tehát nem kell túl komplikálni semmit, egyszerűen meg kell tenni, amit meg kell tenni. Én azt gondolom, amikor elérjük ezt az állapotot, akkor két erő között működünk, amelyek egyenlőek, és kiegyenlítik ezt az állapotot. És akkor jön a megtisztulás, ami újra és újra, ami kötelékünket mutatja meg, ami, ami összeköt bennünket a környezettel. És ez az, amit minden alkalommal választani tudunk, mondja a Sáj, tehát ez az, ami eljutott engem egy bizonyos ponthoz, ahol már csak egy szót se kell hozzáadnom, és ilyen módon egy új kaput fedezek föl, amiben megtanulhatom, hogy tudjuk együtt kinyitni ezt a kaput. Rav. Miért van az, hogy pont az ősapának köszönhetően érhetjük el a választást? Pontosan az ősapák érdemeinek megfelelően. Miért ez adja meg nekünk a választás képességét? Tehát mi ez az érdem? Tehát az ősapák érdeme az az, hogy példaként szolgálnak az adakozásra, ahol és arra, hogy élvezni is lehet az adakozást, és minden itt kezdődik, tehát most név beszél, tehát nem nagyon vannak szavak arra, hogy elmagyarázzuk, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy fogok egy embert, megragadom, és ezen keresztül fejlesztem az adakozás irányába. Az ember az olyan módon halad előre, hogy csak a jót érzékelje, és nyilván ez a kapcsolat közte és az ő barátja között, de a pillanatban, amikor össze vagyunk kapcsolatban, akkor felfedezik az ősapák erejét, tehát minden föl van készítve előre, és nekem csak egyszerűen megerősítést kell nyernem arra, tehát nem tudok egyetlen lépés sem az egység elől elnyelni. A dolognak a lényege az, hogy nekünk mindig megvan az erőnk, amikor el akarunk menekülni egy adott helyről, egy adott pontról, és ezért a csoportnak az ereje a legfontosabb dolog a számunkra, hogy valóban egy agymosásként zuhan ez ránk, ami megtart és bentart bennünket. De hát körülbelül ez jut eszembe, Dudi Haruni. Nem csak, hogy nem tudok hozzáadni, fogalm sincs, hogy mi az ősapáknak az érdeme, nem tudok mit mondani. Csak azok mondanak eszembe, amit Rav mondott a korábban, és az előző leckén, amit tanulunk, hogy itt egy copy-paste állapot van, tehát lemásoljuk az ősapák viselkedését, de nem hiszem, hogy ez a helyes válasz. Ez egy olyan kérdés, ami megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy megértsük, hogy mennyire fontos a sikerhez, hogy elérjük valamit. Én nem tudom, mondja Sáj, tehát egyfajta felemelkedés kell, és az egyetlen mód az előrehaladása, hogy valóban úgy tudjuk megformálni mindent, hogy valóban előre tudjuk haladni, Rav. Mi az a fogalom, ez a mechanizmus, ami az ősapák érdemeinek nevezünk? Tehát amin keresztül megkapjuk előre a tóra megszerzését. Tehát mi kapjuk meg a tórát, a reformáló fényt?
tehát egyfajta belső elrendezésen keresztül, és ez egyfajta struktúra az emberen belül. Tehát mi a mechanizmus, amit az ősapák érdemében, mi az a mechanizmus, amit az ősapák érdemének nevezünk, és amin keresztül meg tudjuk szerezni a Tórát. Ezt a mechanizmus, ez valami, ami kinyit az emberben egy feltételrendszert a Tóra megszerzéséhez, és amely biztosítja az embernek, hogy képes legyen megszerezni azt az irányultságot, amit csak a Tóra tud megadni, és ez pedig nyilvánvalóan az ősapak érdemével összekötetésben, amit folytatni akarom, amit Niv mondott, Mose, ez valóban ez a csoport erejében, a tanár erejében, a tanító erejében jelenik meg, ez egy mechanizmus, Rav. Az ősapák érdeme, ez a Hagat, tehát a Hesed Gura Tiferet, és miért van az, hogy ezen keresztül meg tudjuk szerezni a Tórát? Nem hallom az imát. Hát mi maradt, hanem az ima a számotokra? Csönd van, nagy gondolkodás van. Hát ez mindig visszavisz bennünket abban az állapotban, hogy csak a kérés fog segíteni. Kik vagyunk mi nem tudunk valójában semmit, semmiről, csak egyetlen egy dolgot tudunk, hogy az egységünk, a kölcsönös vágyunk, tehát, hogy ezzel az erővel tudunk játszani. És ezzel a workshopon is csak akkor működik, hogyha képesek vagyunk ezt a kérdést megfogalmazni. Tehát a Hagat az a Hesed Gura Tiferet, ezt elfettem odaírni. Tehát nyilvánvalóan ilyen módon mindig az ellentétet vizsgáljuk meg, ez az a pont, ahol megjön a fény, és egy újfajta érzékelést épít ki bennünk. Tehát a vágy állandóan változik, és az egyetlen dolog, ami fontos volt, hogy nekünk állandóan kérni kell újra és újra. Tehát nekünk a körökhöz kell kapcsolódni annak érdekében, hogy a segítséget kapjuk az előreadáshoz, egy bizonyos fajta korrekcióhoz, és nyilvánvalóan a fény felülről lefele ereszkedik, és mi pedig alulról fölfele kell, hogy emelkedjünk, annak a resimónak megfelelően, ami bennünk van. Ez az a segítség maga, mondja Név, tehát az ősapáknak az érdemei az a segítség maga, amely vár ránk egyfajta standby állapotban, és a mi számunkra csak az marad, hogy ezt a feltételrendszert fenntartsuk, mert ez meg fog érkezni, segíteni fog nekünk. Tehát mindenek előtt alkalmasnak kell lennünk arra, hogy valamihez tudjunk tapadni, egy sokkal magasabb szinten, és ez az egymás közötti kapcsolatban nyilvánul meg. Ezen a kapcsolaton keresztül elérhetjük a középső vonalat a két erő között, amely biztosítja számunkra az előadást, ez a kezdete a spirituális haladásnak, és ez valóban kizárólag az ősapáknak köszönhető,
hogy el tudjuk érni ezt a kérést, ezt a pleát, ezt az imát. Tehát először egyre jobban kell érezni egymást, és aztán tudunk tovább lépni. Hogy elfeledkezzünk magunkról, és annak érdekében, hogy össze tudjunk kapcsolódni, és hogy meg tudjuk valósítani, aktualizálni tudjunk, hogy minden, amit a fény ad nekünk, az erőfeszítést kell tennünk, és ez adja meg azt, hogy a fény valóban ragyogni tudjon rajtunk. Mi mondhatjuk, hogy nekünk gyakorlatilag az adakozásnak nagyszerűséget kell magunkban kiépíteni, ezt pedig a kapcsolaton keresztül, a fontosságon keresztül tudjuk megtenni, ami valahogy fölélmel bennünket a személyes dolgoknak. Ami segít az, hogy kilépjünk a körökből, tehát, hogy mi a köröket nézzük, akkor kik azok, akik itt vannak körülöttünk, ezek nagy barátaink, és hogy ők mennyire segítenek nekünk a Tóra megszerzésében, és akkor nyilván egyszerűbb is kilépni önmagunkból, mert látjuk, hogy a valódi segítség az a kapcsolatban nyilvánul meg, mondja Mose. Az a privilégium, hogy mi megkaphatjuk ezt az erőt, annak érdekében, hogy valóban képes legyünk együtt kérni, Rav. Miért? Tehát a két azonos erő között, az adagas a megszerzés között, az érdemei az ősapáknak jutatják el az embert a valódi imához. Tehát a két erő, ez az utolsó kérdés. De miért a két erő közötti választás az ősapák érdemei és maga a két erő egyenlősége juttatja el az embert az imához. Tehát nyilvánvalóan a választás a környezetben nyilvánul meg. Minél jobban bele vagyunk foglaltatva a környezetben, annál jobban fog föltárulni az elválasztáson túl minden más, és hogy mennyire van szükségünk a Tórára. Tehát az egész koncepció, ami összezavar bennünket, az, hogy hogy jutunk el a valódi imához, hogy miről is szól ez az egész. Tehát amikor az ember felismeri ezt a rendszert és a rendszernek az elemeit, akkor valóban elérhet az az állapothoz, hogy semmi nem segít az embernek, mint az ima. Tehát semmi nem fog, mint az, hogy együtt a barátainkkal eljussunk az imához, hogy valóban kérni tudjunk a szívünknek a legmélyéről, kérni tudjunk a Teremtőtől. Az erőfeszítés, mondja Név, a kapcsolatok egy irányon Rav, akkor mindenki menjen vissza szépen a helyére. És az ősapák érdeme az itt most lezárul.